Az alapszakasz legerősebb csapata a Kaposvár látogat a Városmajorba szombaton. Jókor jön ez a meccs? Természetesen jókor jön, több szempontból is. Azt gondolom, hogy jövünk ki ebből a kis gödörökből, amiben voltunk. Nagyon szeretném, hogy ezt bizonyítanák a lányok most itt hazai pályán is, akár a Kaposvár ellen is, hiszen a Kaposvár hasonló játékerőt képvisel, mint azok a csapatok, akikkel nem sokára a rájátszásban fogunk találkozni. Sőt, talán kijelenthető az is, hogy a Kaposvár esélyese ennek a rájátszás megnyerésének. Úgyhogy én nagyon várom a meccset, remélem, hogy a lányok is. Szerintem méltó lezárása lesz ez az alapszakasznak. Nem gondoljuk, hogy egyébként mély ponton lennénk. Ez lehet, hogy a játékban néha úgy jött ki, de egyébként szerintem érzelmileg ez egyáltalán nincs így. És a kaposvári meccset pedig igyekszünk úgy felfogni, hogy nem egy ilyen lezárása az alapszakasznak, hanem már egy felkészülés a rájátszás időszakára, hiszen sokat várunk mindig arra, hogy erősebb ellenfelekkel tudjunk játszani, és ez nekünk abszolút ilyen gyakorlásként fog szolgálni. Milyen célkitűzéseket fogalmaztatok meg, milyen eredménnyel lennél elégedett? Nyilván nagyon szeretnénk nyerni, de az a fontos, hogy továbbra is próbáljuk őrizni azokat a játékelemeket, amik nagyon jól mennek, és próbáljunk fejlődni azokban, amik az utóbbi időben kevésbé sikerültek jól, és természetesen abszolút pozitív élményekkel belemenni ebbe a rájátszásba. Én már mindenképp egy jó hangulatú meccsel elégedett lennék. Szerintem, amikor először fogadtuk itt a Kaposvárt, akkor egy ilyen meccset is tudhattunk magunk mögött. Abszolút jó hangulatú volt, izgalmas labdamenetekkel. Én minimum egy ilyen mérkőzésre számítok.